Szervusztok! Isten áldjon, köszönöm a lehetőséget! Szia Zsolt, üdvözöllek! Lehozott benneteket Pannonhalmán az apátsági pincészetnek a présházánál. Pincészetünknek van egy érdekessége, hogy van egy 32 méter szintkülönbség a teteje és az alja között, ami annyit tesz, hogy a szőlő a pincészet tetejére a présházhoz érkezik, és borászat technológiai lépésenként folyékony, palackozott formában hagyja el a pincét. Na, ezt az utat járnánk be. A pincészet technológiai alapkoncepciójának az volt a lényege, hogy ha ennyire odafigyelünk a jó minőségű alapanyag előállítására, akkor a technológiával ne vegyünk belőle, hanem próbáljuk azt megőrizni. És ezért jött az alapötlet, hogy a jövőre gravitációt hívjuk segítségül. A kipréselt újvörösbor az ezekből a tartályokból a gravitáció segítségével folyik le, és akkor gyakorlatilag közvetlenül tudjuk a hordókba tölteni az érlelés idejére. Azok a hordók, amikre Prestige van írva, azok gyakorlatilag tartalmaznak zalai, mecseki, zempléni és bükki tölgy dongákat. Lesz itt olyan is Minnesota államból származó tölgyfa, ez csak egy 10% erejéig szoktuk használni. Nagyon érdekes, hogy a Cabernet Franc-nak ad egy ilyen kicsit egzotikus ízt. Ez pedig egy úgynevezett 21. században klasszikus pincekép, aminek az a lényege, hogy itt van 2800 hektoliternyi tárolótér. Minden fehér must beérkezik ide, itt tisztítjuk a mustot, aztán hűtött körülmények között itt terjesztjük ki, aztán itt stabilizáljuk, és mikor a vörösök a hordóban befejezték az érésüket, akkor a vörösborokat is itt stabilizáljuk, és akkor innen megy a palackozó vonalra. Most jelenleg, ahogy említettem, közel 400 ezer palacnál vagyunk, abból éves szinten 60-65 ezer palack megy el az országhatáron túlra. A legexotikusabb eddig Brazília volt. Így a technológia bejárása után szeretnék megmutatni néhány palackot. Kóstoljuk meg, hogy mivel foglalkozunk itt az év folyamán. Ez a tavalyi évjárat Sauvignon Blanc című bora. Azt szoktam mondani, a tavasz és a nyár egyik személyes kedvence. Hú, nagyon szép illata van. Isten hozott még egyszer. Köszönjük szépen a lehetőséget. Nagyon izgalmas volt látni ezt a, egyébként ez sajátosnak mondható, ez a gravitációs pinceit Magyarországon. Ennyire vagy tisztán felfűzve, azt hiszem unikális. Részeiben használja pár borászat. Megismerkedtünk a Pannonhalmi apátság borászatának azon titkával, hogy lehet gravitációs elven egy pincét működtetni, és hát a tetőn kezdtünk és eljutottunk a borig, az aljáig. Hát szeretnénk gratulálni, csodálatos borokat volt lehetőségünk kóstolni, és hát kívánunk sok sikert, meg hát sok elégedett fogyasztót. Nagyon köszönöm, hogy eljöttetek, köszönöm a jó kívánságokat, így szüret előtt fokozottan szükségünk van erre, és remélem, hogy a jelen évjárat borát majd hasonlóképpen fogjuk értékelni. Köszönöm legyen, szépen, hogy itt voltatok. Köszönöm az lehetőséget. Thank you.